mindenkit a Kék utcán harmadik epizódjában, a harmadik komoly epizódjában. Én Szabó Viktor vagyok, és én készítem ezt a podcastet. A mai nap összegyűjtöttem 10 fotós tévhitet, amit így ki fogunk vesézni, illetve így át, át beszélek. Ez ilyen könnyedebb adás lesz, úgyhogy, úgyhogy vágjunk is bele. Még mindig nincs intro zeném, de majd, de majd folyamatban lesz. Egyrészt nem tudom, hogy hol kéne utána nézni ennek a dolognak, hogy honnan tudnék normális intro keresni, vagy venni, úgyhogy ez még várat magára, viszont viszont már így összeállt képileg a, az adásoknak a, a cover fotója. Úgyhogy vágjunk is bele a mai témánkban, Tíz darab tévhitet gyűjtöttem össze, amiket az emberek gondolnak a fotósokról, illetve videósokról, de nem úgy van. Úgyhogy az első és legfontosabb tévhit, amivel már minden fotós tuti, hogy találkozott, az az, hogy ő csak egy gombot nyom le, és, és ő csak ennyit csinál a fotózáskor. Nos, igazából így, így belelátva az egészbe, az a legkönnyebb, és az a legkisebb része az egész folyamatnak, tehát amíg megnyomom a gombot, azt akár Csukott szemmel is csinálhatnám, mert mindent otthon minden otthon dől el, és minden a gépelőt gép előtt alakul ki. Illetve igazából nem csak egy gombot nyom, hanem, hanem állítjuk a rekeszt, állítjuk a záridőt, állítjuk a fókusz, mindent állítani kell full manuálba, úgyhogy ez nem egy, nem egy gombnyomás. Nekem például a Canon gépen automatában sem tudom használni, mert nem olyan fejlett a, az automatika benne, hogy, hogy ő ki tudja számolni normálisan a a dolgokat, úgyhogy igazából átálltam a full manuálra, úgyhogy ha például verkezek, vagy, vagy bármit fotózok, akkor full manuálba kell tolni az egészet, tehát tényleg nem egy gomnyomás. A következő fotós tévhit, a drágább mindig jobb. Ugye, amikor elkezd az ember fotózni, akkor nézi a felszereléseket, nézi, hogy milyen cuccokkal nyomják mások, és mindenki azt hiszi, hogy minél drágább ö, eszközt vesz, annál jobb lesz a fotója, annál jobb lesz a videója. Ez nem így van, vannak emberek, akik megveszik a leg drágább cuccokat és borzalmas dolgokat csinálnak vele olyat amit szerintem büntetni kéne amúgy és és vannak olyan emberek is mint akikhez szerencsére én is tartozok hogy van egy van egy közepes gépük és olyan dolgokat csinálnak vele mint más a, más a full frame géppel úgyhogy én például nagyon sokszor megkaptam amikor még a Nikonom volt vagyis a Nikont használtam még mindig megvan csak azt használtam gyakrabban volt olyan, aki rám ért, hogy hát, hát ilyen kamerával könnyű jó képeket csinálni, és akkor visszakérdeztem, hogy hát milyen kamerával, hát mit gondolsz, milyen kamerám van, és akkor leírták, hogy valószínű valami jó drága full frame, és akkor én megírtam, hogy hát nem, ez egy ilyen 150 ezer forintos pak, Úgyhogy igazából nem egy nagy drága drága dolog. Illetve ö, például a Canonnál van egy olyan téma, hogy a, a nagyon drága kamerákon például nincs kihajtható kijelző. Tehát lehet, hogy valaki azért fog olcsóbbat venni. Képminőség terén már nincs olyan nagy különbség a nagyon drága és a drága között, és lehet, hogy valaki azért fog olcsóbbat venni, hogy kihajtható LCD kijelzője legyen. Illetve nem biztos, hogy neked mindig a legdrágábbat kell megvenni, mert lehet, hogy olyan funkciók vannak benne, amiket te nem fogsz kihasználni, viszont lehet, hogy az egyel alatta lévő ö, szekcióban meg olyan, olyan dolgok vannak, és olyan, olyan extrák, amiket meg ki fogsz tudni használni, tehát egyszerűen nem éri meg neked a drágábbat megvenni. Úgyhogy lényegében ennyi. Igazából a szolgáltatásokra is azt hiszik az emberek, és, és ez, ez ilyen globális téma, tehát szolgáltatókra is van, aki azt hiszi, hogy ha a drágább, akkor jobb, illetve más termékeknél is van ilyen, hogy a drágább jobb, nem mindig van így, persze, van egyfajta valóság alapjának az egész számításnak, hiszen hiszen a drágább fotós valószínű jobb képeket csinál. Tehát ez, ez így lenne logikus, de nem mindig így van. Úgyhogy ez a tévhit igazából ennyire is romboltuk. Ide tartozik még az is, hogy minél jobb géped van, annál jobb fotókat csinálsz. Ez ahogy mondtam, nem teljesen így van, mert vannak olyanok, akik mobil minőséget csinálnak egy több százezres szettel. Úgyhogy igazából ez. Ez a tévhit is le van rombolva, plusz ugye a fotós készíti el a képet, hát nem a fényképezőgép, úgyhogy ennyi. A következő tévhit az az, hogy csak napfelkeltében és csak naplementében lehet jó képeket csinálni, akkor lehet fotózni, akkor van fotós idő. Ez többnyire így is van, tehát mi amikor mondjuk portrézunk, vagy portrés ismerőseimmel beszélek, ők általában ezeket az időszakokat választják, értelemszerűen a naplementét, mert reggel még nincsenek. Fent. Tehát értelemszerűen a naplemente az egyik legnépszerűbb fotós, fotós napszak. Úgyhogy igazából itt tényleg jó fotókat lehet ilyenkor csinálni, és tényleg barátságosak a fények, de azt figyelembe kell venni, hogy nem mindig barátságos velünk az idő, tehát ha mondjuk ingatlant kell fotózni, vagy ilyesmit, akkor nem fogja érdekelni az ingatlanost az, hogy most esni fog az eső, vagy épp nem úgy süt a nap, ahogy te akarod, vagy nem olyan a felhőzet, ahogy te akarod, akkor kell menni, amikor menni kell, illetve egy rendezvényen, vagy egy esküvőn, vagy ilyesmin, ott is akkor kell menni, amikor menni kell. Most például pont nemrég mosta el az eső az egyik forgatást, drónnal kellett volna felvételeket csinálnom, és viharos erejű szél volt, tehát 54 km/óra, és annyi lett az egészből, hogy nem lett belőle semmi. Plusz esett az eső is, úgyhogy igazából lehetetlen lett volna repülni, így így most az egészet. Tehát ö, van, hogy, van, hogy nem azt mondják, hogy akkor gyere, amikor szeretnél, hanem akkor gyere, amikor kell, és, és akkor kell megcsinálni a képeket, viszont hogyha tudod, akkor értelemszerűen ne délbe portréz, és ne délbe, délbe csináld a dolgaidat. Mondhatni, hogy ez tévhit, viszont aki tud fotózni, az tud fotózni délben is. Úgyhogy igazából csak ennyi a lényeg. A következő tévhit a TFCD fotózása kapcsolatos, aki nem tudná. A TFCD fotózás az az, amikor Time for CD a rövidítése, amikor is a fotós és a modell úgy együtt működik egymással, hogy ingyen, tehát pénz nem cserél gazdát, viszont mindketten jól járnak, tehát ez, ez a kulcs. Mindketten jól járnak, hiszen az egyik kap magáról jó képeket, a másik pedig kap egy modellről jó képeket, amiket ő csinál. Mindkettő belerakhatja a portfóliójába, mindkettő kirakhatja Instára, mindkettő kinyomtathatja, vagy ilyesmi. És az a lényeg, hogy ez van egy olyan tévhit, hogy ez a TRCD fotózás egy egyenlő az ingyen fotózással. értelemszerűen ez nem igaz, nem ezért jött létre. Általában uh, akkor szoktak profi fotósok is ilyet csinálni, amikor van egy ötletük, és szeretnék ezt az ötletet berakni a portfólióba, és és kiválasztanak egy modellt, meg sminkest, meg, meg ruhát, és akkor mindenki eljön TRCD alapon, és a végén a projektnek, ami, amit ki kell így hangsúlyozzak, mindenki jól jár. Tehát vannak olyan munkák, például szalagavató fotózás, vagy esküvő, vagy ilyesmi, ahol az egyik fél nem fog jól járni. Itt természetesen a fotós nem jár jól, ugyanis ez munka, ami, ami ezeken a rendezvényeken, meg ilyesmi helyeken zajlik, és itt igazából egyedül csak a megrendelő jár jól, mivel nem kell neki fizetni. Szóval ilyeneket nem szoktunk ingyen elvállalni, azaz TFCD alapon. Mit írtam még fel? Szalagavató rendezvények, rendezvényfotózás, esküvői kreatív, ezek ezek egyik sem, egyik sem TFCD alapon működik, persze kivételek mindig vannak. Ilyenkor ugye arra is kell figyelni, hogy a másik fotós munkáját fogod elvenni, bár lehet, hogy ezek az emberek amúgy se fizetnének normálisan egy fotósnak, de, de akkor is tiszteletben kell tartani azt, hogy más mondjuk esküvő fotózásból él, és ne vállalod csak el azért egy, azt az esküvőt, mert te, te, annyira szeretsz fotózni, és, és annyira annyira jó kedvel megcsinálnád azt az esküvőt, amúgy a végén kiderül, hogy mégsem tehát, tehát azért mondom, hogy TFCD fotózások nem erről szólnak, hanem a TFCD fotózások arról szólnak, hogy valamilyen kreatív, nem megszokott kompozíció, amihez mondjuk egyedi smink, vagy egyedi tervezésű ruha, vagy, vagy ilyesmi, ami, ami hozzátesz a te portfólióthoz, a modelléhez, és, és mindenkihez, aki ott van, illetve ez indulhat mondjuk egy közös kávézással is, vagy egy, vagy, vagy egy városban sétálása, vagy a lényeg, hogy jó hangulat legyen. Úgyhogy igazából ezek a, ezek a fő szempontok így TFCD fotózásnál, és ennyi. Tehát igazából ez a TFCD fotós tévhit az így lerombolva. Ezt általában amúgy a legtöbb fotós tudja, hogy a tfcd az nem ingyen van. Jó, következik a következő tévhit, azt úgy fogalmaztam meg, egyébként van erről egy blog cikkem is, hogy portrézni hívott, akkor vetkőznöm kell. -e. Ugye ez is egy nagyon gyakori tévhit, hogyha elhív egy fiú, egy lányt portrizni, akkor valószínű, hogy rossz szándékai vannak. Ez a legtöbb esetben nem így van. Egyébként nem lennék a modellek helyébe, hogy ki kelljen ez deríteni, hogy ez hogy működik. Általában a legtöbb fotós az tiszteli az ilyen helyzeteket, nem él vissza az ilyen helyzetekkel, és legtöbbször meg se fordul a fejükbe, hogy visszaélnek ilyen helyzetekkel, szimplán csak fotóznak és szeretnek fotózni. Úgyhogy nem feltétlen kell vetkőzni, hogyha meghívnak egy portréfotózásra, ez nem így működik. Ez egy, ez egy nagyon rossz tévhit, amit a fotósok kevés kevés százaléka épített fel, ez olyan, mint például a, azok a tévhitek, hogy a, a kisebbség az például lop, ezt is a kisebbségnek egy kis része építette fel, vagy vagy van sok ilyen, sok ilyen tévhit, vagy például a nem tudom kik robbangatnak, úgyhogy nem ismernék bele ilyen témákba, de hogy ez nagyon a társadalom és a közösség nagyon kicsi része építette fel ezt a nagyon erős tévhitet, úgyhogy ez legtöbb esetben nem így van, szerencsére Úgyhogy aki portrézni szeretne, az bátran ajánlom. Viszont legyen körültekintő, és mindenképp járjon utána a fotósnak, hogy kivel megy el fotózni, és kivel nem. Úgyhogy ennyi lett volna ez a tévhit. Ez kamu megfotoshopoltad ez a következő tévét, hát igen. Sokszor mondják a fotósokra és a, és a, képeikre, hogy ez kamu, hiszen photoshop. Elmondanám, hogy ö, én például a képeim majdnem 100%-án manipulálok is, senki nem szokta észrevenni egyébként, ez volt az egyik fő célom így tavaly-tavaly előtt, hogy megtanuljak úgy manipulálni fotókat, hogy arra ne jöjjenek rá az emberek, hogy az manipulálva volt, például egy fát odarakni, vagy egy fát elvenni, vagy ilyesmi. Szóval az én legtöbb képemmel van valami manipuláció. Ez nem jelenti azt, hogy csalás lenne, hiszen hiszen mondjuk akkor az is csalás, hogy valaki kisminkeli magát, ott is picit a valóságot elfedjük, elferdítjük, hogy szebb legyen, hogy mások örüljenek neki annak, hogy te szebb vagy, úgyhogy igazából ez is egy tévhit, hogy, hogy, hogy kamu egy fotó attól, hogy van rajta Photoshop. Egyébként a legtöbb képen van Photoshop, vagy van valamilyen ö, ö, retusálás, tehát például portréfotók esetén, úgyhogy ez nem, nem feltétlen kamu, illetve ez egy művészeti forma. Tehát akkor lenne kamu, hogyha például egy, egy pályázatra adnék be, egy természetfotó pályázatra adnék be egy olyan képet, amin egy rét van, és a, mit tudom én mondjuk a süni az oda lett photoshopolva, na az kamu, de, de ez egy teljesen más élethelyzet, mint az, hogy felrakom Instagramra a, a fotómat. Egyébként nemrég volt ebből egy botrány, hogy az Instagram elkezdte a kamu híreket megjeleníteni, és elrejteni a... Vagyis, nem, Megjelen, úgy megjeleníteni, hogy megjelenítette az infót, hogy ez kamu, viszont közben elrejtette a fotót, és több photoshop ö, művész ö, is beleesett ebbe a, ebbe a tesztbe, vélhetőleg ez egy teszt volt amúgy, és az ő fotójukat is elrejtette, mondván hogy ez kamu, úgyhogy ö, rengeteg ilyen photoshop művész fellázott az Instagram ellen, viszont ez valószínűleg ez teszt volt, tehát a jövőben nem fogja elrejteni ezeket a fotókat a, az Instagram algoritmusa, de tök jól megírták egyébként a magyar hírportálok, olyan, olyanokat olvastam, hogy egyszerűen hihetetlen volt. Tehát elolvastam az eredeti cikket, ami, ami alapján íródott és jött ez az egész dolog, abban nem írtak olyan pontokat, amiket a fordításnál már valahogy beleírtak a magyar, magyar sajtóba. Úgyhogy ez megint csak egy érdekes kérdés, hogy, hogy lehet-e hinni ezeknek a nagy portáloknak, mert nem kis portálok írták ezeket, hanem tényleg nagy portálok. Következő tévhit, hogy most már tudok fotózni. Hogyha te már ezen a szinten vagy, hogy azt mondod, hogy most már tudsz fotózni, és, és most már mindent tudsz mondjuk, akkor az egy rossz szint. Tehát fotózni olyan, olyan soha nem lesz, hogy valaki valaki azt mondhassa, hogy ő tud fotózni, illetve ő már mindent tud a fotózásról, hiszen napról napra jönnek ki új technikák, napról napra jönnek ki új programok, új új ágak, új irányzatok, szóval lehetetlen olyan, hogy hogy valaki mindent tud a szakmában. Úgyhogy ez egy, ez egy rövid tévhit, de, de ez így van. A következő tévhit, hogy mindig tarts be a szabályokat, ez is, ez is általában egyébként igaz, viszont nem minden esetben. És igazából az viszont teljesen igaz, hogy a szabályokat megszegni jól csak azok tudják, akik ismerik is őket, tehát sokszor van olyan, hogy megszegjük a szabályokat mondjuk egy filmnél, vagy egy fotónál, vagy ilyesminél, viszont annak tényleg oka van, és ha szépen akarod megszegni a szabályokat, akkor ahhoz tudnod kell, hogy, hogy milyen szabályok vannak, amiket épp megszegsz. Például a Justin Biebernek és az Ed ha jól tudom, nekik van egy olyan klipjük, ahol a zöld hátteres, az egész klip egy ilyen zöld hátteres klip, és egy csomó olyan el van rontva. Viszont nem úgy van elrontva, hogy egyszerűen csak nem értett az, aki csinálta ezt a hatalmas költségvetésű klipet, mert biztos vagyok benne, hogy hogy rengeteg pénz és munka és idő volt ebben a klipben. Valószínű olyan csinálta, aki nagyon ért a zöld háttérhez, ezáltal tudta elrontani is ezt az egész dolgot, és egy tök jó hangulatú klip lett belőle. Nem tudom, hogy melyik, melyik volt, melyik szám volt az, amihez forgattánk, de, de ha éppen ismeritek, akkor mindenképpen nézzétek meg. Ilyen szemmel, hogy ez direkt lett elrontva, és direkt, direkt lett ilyen dolog belőle. És az utolsó tévhit, amit így, amit így összeírtam magamnak, amit összegyűjtöttem, hogy a fotósok nem szeretik a mobil fotózást, és, és elítélik, aki mobillal fotózik. Nos, ez nem így van, ez külön adást lehetne ennek szentelni, majd egyszer, ha lesz egy vendégem, aki mondjuk mobilokkal foglalkozik, akkor egyszer majd beszélgetek vele erről, mert egy nagyon érdekes téma hiszen nem tartott még a mobil fotózás, mint ahol a DSLR gépek és a MILC gépek, ahol a profi kamerák tartanak. Viszont a mobil próbálják úgy beharangozni ezt az egészet, és próbálják úgy prezentálni az egészet a felhasználóknak, hogy, hogy vedd ezt a mobilt, mert sokkal jobb lesz, mint ha egy DSLR gépet vennél. Minőség ügyileg sokkal rosszabbak. Az oké, okay, hogy a kijelzőn szépen néz ki, de mihelyt felrakod azt a 4K-s videót a gépre? Egyértelmű lesz a különbség. Tehát én most nemrég pont vágtam egy 4K-s anyagot, és ha van egy pici szemed, meg tudod mondani, hogy ez nem DSLR-éppel lett felvéve. Hiába vannak ott az adatok, hiába írja, hogy 4K60FPS, az valójában nem 4K60 FPS, de mondom, ezt különadás lehetne ennek szentelni, viszont itt ennél a tévhitnél igazából nem a nem a fotósokkal, nem a fotósokkal van gond, hanem a cégekkel, és azzal, amit a cégek kommunikálnak az emberekkel. És a fotósok ezt nem szeretik, nem azt, ha valaki mobillal fotózik, hiszen mi is szoktunk mobillal fotózni, én is szoktam mobillal videózni, fotózni, hogyha picit is értesz hozzá, akkor uh, ki tudsz belőle tök jó dolgokat hozni. Úgyhogy röviden és tömören ennyi lett volna ez a ez a kis podcast adás. Várom a visszajelzéseket, hogyha van észrevétel, kritika, mindent szívesen fogadok, hiszen még nemrég kezdtem. Úgyhogy ez volt itt a Kék Podcast. Én Szabó Viktor voltam, és találkozunk a jövő héten. Megpróbálok, mondom, heti rendszerességgel kihozni egy részt. Úgyhogy témajavaslatot is egyébként küldhettek, bár, bár most így be van készítve pár, pár nagyobb téma. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. További szép napot vagy estét kívánok nektek, neked! Sziasztok!